Hare Krishna, folytatjuk a Krishna könyv felolvasását a 13. fejezettől. Brahma elrabolja a tehénpásztor fiúkat és a borjakat. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. 13. fejezet. Sukadev Goswami nagyon fellelkesítette, ahogy Pariksit Maharaja megkérdezte tőle, miért nem beszéltek teljes egy éven keresztül a tehénpásztor fiúk Agaszura démon haláláról. Kedves királyom, érdeklődésed még élvezetessébbé teszi Krishna transzcendentális ketteléseit, mondta. Azt mondják, egy baktának az a természete, hogy elméjét, energiáját, beszédét, hallását szüntelenül elfoglalja azzal, hogy állandóan Krishnáról hall és őt dicsőíti. Ezt nevezik Krishna tudatnak. Akit magával ragadnak a Krishnáról szóló történetek és örömmel mesél róluk, annak számára ez a téma sohasem lesz unalmas vagy idejét múlt. Ez a legfontosabb jellemzője a transzcendentális témáknak, ellentétben az anyagiakkal. A nem transzcendentális témák nagyon hamar unalmassá válnak, ráadásul senki sem képes sokáig ugyanazt hallgatni, mindenki változatosságra vágyik. A transzcendentális témákat Nitya Nava Jamának nevezik. Ez azt jelenti, hogy beszélhetünk és hallhatunk az Úrról, mégsem fáradunk bele sohasem, hanem frissek maradunk és egyre többet és többet kívánunk hallani róla. A lelki tanítómester kötelessége az, hogy őszinte, érdeklődő tanítványának feltárjon minden bizalmas tudást. Így hát Sukadev Goswami magyarázni kezdte, miért nem beszéltek egy teljes esztendőn keresztül Agaszura elpusztításáról. Hajd most hát erről a titokról figyelmesen, szólt a királyhoz Sukadev Goswami. Agaszura elpusztítása és barátai megmentése után a démon szájából az Úr Krishna barátait a Yamuna folyó partjára vezette, így szólt hozzájuk. Kedves barátaim, nézzétek csak, micsoda nagyszerű hely! Megebédelhetünk és játszhatunk a Yamuna puha, homokos fövenyén. Nézzétek, milyen csodálatos lótuszok nyílnak a vízben, s milyen illatosak. A madarak éneke, a pávák rikoltozása, a levelek susogása vízhangként felelnek egymásnak, s ez csak gazdagítja azt a fenséges látványt, melyet a fák nyújtanak. Ebédeljünk meg itt, hiszen már későre jár, és éhesek vagyunk. Maradjanak a borjak mellettünk, hadd igyanak a Yamunából. Amíg ebédelünk, legelészhetnek körülöttünk a zöld pázsiton. Krishna javaslatának a pásztorfiúk nagyon megörültek. Igen, üljünk le és ebédeljünk meg, mondták. A borjakat elengedték, hadd legeljék a zöld füvet. Leültek, s Krishnát közre fogva sorra kinyitották az otthonról hozott dobozokat. Az Úr Sri Krishna a kör közepén ült, a fiúkkal szembefordulva. Ettek is élvezték, hogy szemtől szemben láthatják Krishnát. Úgy tűnt, mintha Krishna egy lótuszvirág közepe lenne, a tehénpásztor fiúk pedig, őt körülvéve, a lótusz szirmait játszották. A fiúk virágokat, leveleket, fakérget gyűjtöttek, dobozaik alá rakták, majd Krishna társaságában hozzáláttak az ebédjükhöz. Evés közben megnyilvánult eredeti kapcsolatuk Krishnával, stréfálkozva örültek egymás társaságának. Az Úr Krishna még ebédelt barátaival, fuvoláját övébe bújtatta, kürtjét és botját pedig ruhája bal oldalán beszúrva viselte. Bal kezében virágszilom finomságú ujjai között egy falatot tartott, mely joghurtból, vajból, rizsből és gyümölcs salátából állt. Az Istenség legfelsőbb személyisége, aki elfogadja a nagy áldozatokat, most nevetett és tréfálkozott, élvezettel költve el ebédjét barátaival a Vrindávanban. Még a félistenek is figyelték őket a mennyekből, ám a tehénpásztor fiúk pusztán a transzcendentális gyönyört élvezték az Istenség legfelsőbb személyisége társaságában. Ekkor azonban a legelésző borjak behatoltak a sűrű erdőbe, és a friss fű csábítására lassan eltűntek szem elől. Amikor a fiúk észrevették, hogy borjaiknak hűlt helyük, aggódni kezdtek értük, és Krishna után kiáltoztak. Krishna, Krishna! Krishna a megtestesült félelem elpusztítója. Mindenki fél a megtestesült félelemtől, ám maga a félelem rette Krishnától. A Krishna szót kiáltozva a fiúk azonnal felülkerekedtek félelmükön. Krishna annyira szerette barátait, hogy nem akarta, hogy azok a finom ebédet félbehagyva a borjak után eredjenek. Így szólt hát.
Kedves barátaim, nem szükséges, hogy félbe hagyjátok az ebédeteket. Egyetek csak. Én magam eredek a borjak nyomába. Krisna nyomban a borjak után indult, hogy felkutassa őket. Barlangokban, erdőkben kereste őket, a sziklák hasadékaiban, az erdők mélyén, de sehol sem talált rájuk. Amikor Krisna megölte Agaszurát, és a félistenek ámulva figyelték az eseményeket, Brahmá, aki a Visnu köldökéből kinőtt lótuszban született, szintén látott mindent. Nagyon meglepődött, hogyan hajtott végre ilyen csodálatos tetteket egy ilyen kicsi fiú, mint Krisna. Tudta, hogy a kis tehénpásztor fiú maga az istenség legfelsőbb személyisége, mégis, hogy az Úrnak még több dicsőséges kedvelésének legyen tanúja, elrabolta mind a borjakat és a tehénpásztor fiúkat, s magával vitte őket. Az Úr Krisna ezért hiába kereste mindenfelé a borjakat, nem találta őket, ráadásul még pajtásait is elvesztette, akik a Yamuna partján ebédeltek. Tehénpásztor fiúként az Úr Krisna nagyon parányi volt az Úr Brahmához képest, de mivel ő az istenség legfelsőbb személyisége, azonnal tudta, hogy Brahmá lopta el a borjakat és a barátait. Brahmá ellopta az összes borjút, és egytől egyig elrabolta a pásztor fiúkat. Hogyan térjek egyedül vissza Vrindávanba? Szüleik nagyon el lesznek keseredve, gondolta Krisna. Hogy örömet okozzon az édesanyáknak, s hogy meggyőzze Brahmát az istenség személyiségének felsőbbrendűségéről, borjakká és tehénpásztor fiúkká terjesztette ki magát. A védákban az áll, hogy az istenség legfelsőbb személyisége energiája által sokféle élő lényként jelenhet meg. Ezért nem jelentett nehéz feladatot számára, hogy borjakká és tehénpásztor fiúkká változzon. Kiterjedései pontosan olyanok voltak, mint a tehénpásztor fiúk, akik mind különbözőek voltak, mind arcra, mind testi felépítésre, és ruhájuk, díszei, viselkedésük és személyes tetteik is mind eltértek egymástól. Mindenkinek más az ízlése, s mivel egyéni lelkek vagyunk, mindannyian egészen másképpen cselekszünk és viselkedünk. Krisna most mégis a tehénpásztor fiúk saját, egyéni helyzetébe terjesztette ki magát. Borjakká is változott, akik szintén eltérő méretűek, színűek voltak, másként cselekedtek. Ez csupán azért volt lehetséges, mert minden Krisna energiájának a kiterjedése. A Visnu Puránában olvashatjuk Parashya Brahmana Shakti. Bármit látunk a kozmikus megnyilvánulásban, legyen az anyag vagy az élőlények cselekedetei, csupán kiterjedései az Úr energiájának, mint ahogy a hő és a fény a tűz kiterjedései. A tehénpásztor fiúk és a borjak alakjában megjelenve, körülvéve magát saját kiterjedéseivel, Krisna megérkezett Vrindávanba. Az otthoniak mit sem sejtettek abból, ami történt. Átlépve Vrindávan határát, a tehenek istállóik felé vették útjukat, a tehénpásztor fiúk pedig hazatértek édesanyjukhoz. Az édesanyják hallották a gyerekek fuvoláinak hangját a kapu előtt, és kijöttek a házból, hogy fogadják és megöleljék őket. Anyai szeretetük miatt tej csordogált a mellükből, s megengedték fiaiknak, hogy igyanak belőle. Tejüket tulajdonképpen nem is fiaiknak, hanem az istenség legfelsőbb személyiségének ajánlották fel, aki fiaikként jelent meg. Újabb lehetőség volt ez vrindávanai anyái számára, hogy tejükkel táplálják az istenség legfelsőbb személyiségét. Krisna nem csak Jasodának, hanem ez alkalommal a többi idősebb gópinak is megadta a lehetőséget, hogy megetessék őt. A fiúk szokás szerint mind édesanyjukkal kezdtek törődni. Az anyák az este elérkeztével fürözteni kezdték gyermekeiket, tilakával és ékszerekkel díszítették fel őket, majd a napi munka után enni adtak nekik. A legelőről visszatérő tehenek is hívogatni kezdték borjaikat. A borjak azonnal anyjukhoz siettek, akik nyomban nyaldosni kezdték őket. A kapcsolat a tehenek és a borjaik, illetve a gópik és fiaik között semmit nem változott, pedig nem a valódi borjak és pásztorfiúk voltak. Az igazság az, hogy a tehenek ragaszkodása a borjaikhoz, illetve a gópik fiaik iránt érzett ragaszkodása látszólag minden ok nélkül megnövekedett. Érzelmeik természetes módon fellángoltak, bár a borjak és a fiaik nem saját gyermekeik voltak. Vrindávanban a teheneket és a gópikat erősebb ragaszkodás fűzte Krisnához, mint saját gyermekeikhez, ám ezután az eset után a gyermekeikhez való ragaszkodásuk pontosan úgy növekedett, ahogy Krisna iránt érzett szeretetük hágott egyre magasabbra és magasabbra. Kerek egy éven át Krisna maga volt jelen a borjak és a tehénpásztor fiúk alakjában. Amint a Bhagavad Gita-ban olvashatjuk, Krisna felső lélek kiterjedése mindenki szívében jelen van. Most ahelyett, hogy felső lélekként jelent volna meg,
Egy éven át borjaként és tehénpászol fiúként látták őt. Egy napon, amikor Krisna és Balarám éppen a borjakra vigyáztak az erdőben, néhány legelésző tehenet pillantottak meg a Govardhan hegy tetején. A tehenek leláttak a völgybe, ahol a fiúk a borjakat terelgették. Egyszerre csak borjaikat meglátva futni kezdtek a völgy felé. Egymás mellett szökeltek lefelé a hegyről, melső és hátsó lábuk szinte összeért sietségükben. Olyannyira vonzódtak borjaikhoz, hogy még a rögös úttal sem törődtek, mely a Govardhan hegyről a lejtőig vezetett. Teli tőggyel és felcsapott falukkal szaladtak borjaikhoz. Amikor lefelé vágtáztak a hegyről, tőgyeikből a borjak iránt érzett heves anyai szeretetük miatt tejcsordult a földre, pedig a borjak nem voltak sajátjaik. A teheneknek voltak saját borjaik, és azok a borjak, amelyeket a Govardhan hegy lábánál legelésztek, sokkal nagyobbak voltak. Nem akartak a tőgyükből szopni, hanem megelégettek a fűvel. Ám a tehenek odajöttek és szeretettel nyalogatni kezdték a borjakat, a borjak pedig szopni kezdtek. Amikor a tehenek lefelé szaladtak a Govardhan hegyről, a pásztorok, akik vigyáztak rájuk, megpróbálták útjukat állni. A tehenekre a felnőttek, borjaikra pedig a fiúk vigyáztak, és a borjakat igyekezték elkülöníteni, hogy ne igyák meg az összes tejet. Ezért próbálták a rájuk vigyázó pásztorok is megállítani őket, de kudarcot vallottak. Kudarcuk miatt csalódottan szégyenkeztek, s mérgesek is voltak. Boldogtalannak érezték magukat, ám amikor leértek és meglátták gyermekeiket, amint a borjakat legeltették, hirtelen eluralkodott rajtuk a szeretetteljes ragaszkodás. Csodálatos dolog történt. A pásztorok csalódottan jöttek le a Govardhan hegy tetejéről, zavartak és mérgesek voltak, ám amint meglátták saját gyermekeiket, szívük elolvadt a ragaszkodástól. Mérgük, csalódottságuk és boldogtalanságuk egy pillanat alatt elszállt. Atyai szeretetükben túláradó érzésekkel emelték fel és szorították magukhoz gyermekeiket. Beleszagoltak gyermekeik hajába, akiknek társága határtalan boldogsággal töltötte el őket. Miután megölelték gyermekeiket, újra visszaindultak teheneikkel a Govardhan hegyre. A visszafelé vezető úton gyermekeikre gondoltak, és szemük megtelt a szeretet könnyével. Amikor Balarám felfigyelt erre az egészen különös hangulatváltozásra a tehenek és a borjak, illetve az apák és gyermekeik között, amikor sem a borjaknak, sem a gyermekeknek nem volt szüksége ennyi gondoskodásra, eltűnődött, mi lehet az oka a különös eseménynek. Meglepődve látta, hogy Vrindávan lakói ennyire ragaszkodnak gyermekeikhez, pontosan úgy, ahogy azt előzőleg Krisnával szemben tették, s a tehenek is annyira ragaszkodtak borjaikhoz, ahogy Krisnához. Ezért Balarám arra következtetett, hogy a szeretetnek ez a különleges megnyilvánulása nem lehet más, mint valamiféle misztikus dolog, amely vagy félistenek, vagy egy különleges ember műve. Másképp hogyan történhetett volna ez a csodálatos változás? Arra gondolt, hogy ez a rejtélyes változás csak is Krisna műve lehetett, akit Balarám az imádandó istenség személyiségének tekintett. Ez Krisna rendelte így, és még én sem tudom befolyásolni misztikus erejét, gondolkozott. Így hát Balarám rájött, hogy a tehénpászor fiúk és a borjak mind Krisna kiterjedései. Balarám Krisnát fogadta az igazságról. Kedves Krisna, mondta. Először arra gondoltam, hogy a tehenek, a borjak és a tehénpásztor fiúk mind szentek vagy félistenek. Most azonban úgy látom, hogy ők a te kiterjedéseid. Te magad játszol borjakként, tehenekként és tehénpásztor fiúként. Milyen titok lappang-e mögött? Hová tűntek a borjak, a tehenek és a pásztor fiúk? És miért jelensz meg te tehenek, borjak és tehénpásztor fiúk alakjában? Kérlek, mondd el, mi az oka ennek? Balarám kérésére Krisna röviden elmesélte a történetet. Hogyan lopta el Brahma a borjakat és a pásztorfiúkat, s hogyan leplezte ő Brahma tettét azzal, hogy borjak és tehenek alakját vette föl, hogy az emberek ne vegyék észre az eredeti tehenek, borjak és tehén pásztorfiúk eltűnését. Miközben Krisna és Balarám beszélgetett, Brahma egy pillanat múlva, melyet életének mértékegysége szerint kell számítanunk, visszatért. A Bhagavad Gita-ból jól ismerjük Brahma életének mértékegységeit, ezerszel a négy korszak, azaz 4.300.000 földi év jelenti Brahma 12 óráját. Hasonlóan Brahma egy pillanata földi számítás szerint egy évet jelent. Brahma saját időmérése szerint egy pillanat múlva visszajött, hogy megnézze, milyen mulatság lett abból, hogy ellopta a fiúkat és a borjakat. Ugyanakkor félt is, hiszen a tűzzel játszott.
Krisna a mestere volt, ő pedig szórakozásból bajt okozott azzal, hogy ellopta a fiúkat és a borjakat. Brahmá valóban aggódott úgy, hogy nem maradt el soká, egy pillanat múlva, az ő időmérése szerint vissza is jött. Azt látta, hogy a teénpásztor fiúk, a borjak, a tehenek, mint Krisnával játszanak, ugyanúgy, mint amikor elrabolta őket, bár biztos volt benne, hogy egyetlen fiút vagy borjat sem hagyott ott, mind elaltatta őket misztikus erejével. Brahmá gondolkozni kezdett. Én mindannyiukat magammal vittem, és tudom, hogy még mindig alszanak. Hogy lehet az, hogy ugyanazok a tehenek, tehénpásztor fiúk és borjak most itt játszanak Krisnával? Lehet, hogy nem hat rájuk misztikus erőm. Lehet, hogy egy éve egyfolytában Krisnával játszanak. Brahmá megpróbálta megérteni, hogy kik lehetnek valójában, és hogyan lehet az, hogy nem hatott rájuk misztikus ereje. Ám nem sikerült megértenie, ő maga is saját misztikus erejének hatása alá került. Misztikus erejének hatása úgy nyilvánult meg, mint hó a sötétségben, vagy mint a Szent János bogár nappal. A Szent János bogár éjszaka világít, nappal pedig a hegy tetején vagy a földön ragyog a hó. Éjszaka azonban a hó nem ragyog, és a Szent János bogárnak sincsen semmiféle fénye nappal. Ugyanígy, amikor Brahmá parányi misztikus ereje Krisna misztikus erejével találkozott, olyan volt csupán akár a hó vagy a Szent János bogár. Ha valaki kevéske természet fölötti erejét akarja fitoktatni egy nagyobb misztikus erő jelenlétében, akkor csak csökkenti, nem pedig növeli saját erejének hatását. Még egy olyan kiváló személyiség is, mint Brahmá, nevetségessé vált, amikor Krisna előtt akarta megmutatni misztikus erejét. Brahmát elfogta a kétség saját misztikus erejét illetően. Hogy meggyőzze Brahmát arról, hogy a tehenek, a borjak és a pásztorfiúk nem az eredetiek, Krisna mindegyiküket Visnu formává változtatta. A valódi borjak és tehénpásztorfiúk aludtak Brahmá misztikus ereje hatására, és a jelenlévők, akiket Brahmá látott, Krisna, illetve Visnu közvetlen kiterjedései voltak. Visnu nem más, mint Krisna kiterjedése, ezért jelentek meg Visnu formák Brahmá előtt. A Visnu alakok egytől egyik kékes színűek voltak, sárga ruhát viseltek, négy kezükben buzogány, csakra, lótuszvilág és kagylókürt ékeskedett. Fejükön drága kövekkel kilakott aranysisak villogott. Gyöngyök és fülbevalók díszítették, gyönyörű virágokhoz szorúzták őket. Melkasukon a Sri Vatsa jelet viselték, karjukon karperecek és más ékszerek csillogtak. Nyakuk olyan sima volt, akár a kagylókürt. Lábukon csengők csilingeltek, derekukat aranyövek ékesítették, ujjaikon drága köves gyűrűk díszlettek. Brahmá azt is észrevette, hogy az Úr Visnu egész testét lótuszlábától feje tetejéig friss tulaszi bimbók borítják. A Visnu formák másik jellemzője az volt, hogy kivétel nélkül transzcendentálisan gyönyörűek voltak. Mosolyuk holdfényre emlékeztetett, tekintetük a felkelő naphoz volt hasonlatos. Pillantásukból látszott, hogy ők a teremtői és fenntartói a tudatlanság és a szenvedély kötőerejének. Visnu a jóság kötőerejét, Brahmá a szenvedélyét, az Úr Siva pedig a tudatlanság kötőerejét képviseli. Ezért a kozmikus megnyilvánuláson belül mindent fenntartó Visnu a teremtője és fenntartója Brahmának és az Úr Sivának is. Az Úr Visnu ezen megnyilvánulása után Brahmá azt látta, hogy sok más Brahmá, Siva és félisten, sőt még a legjelentéktelenebb élőlények is egészen a hangyákig és a legapróbb szalmaszálig, mozgó és mozdulatlan élőlények mind Visnu körül táncolnak. Táncukat csodálatos zene kísérte, és mindegyikük az Úr Visnut imádta. Brahmá megértette, hogy mindezek a Visnu formák önmagukban tökéletesek, kezdve az animá, az atomnál kisebbé válás tökéletességétől, egészen a kozmikus megnyilvánulásnyi végtelenné válásig. Brahmá, Siva és az összes félisten, összes misztikus ereje és a kozmikus megnyilvánulás 24 eleme mind tökéletesen megnyilvánultak Visnu személyiségében. Az Úr Visnu hatására az összes alacsonyabb rendű erő az ő imádatával volt elfoglalva. Őt imádta az idő, a tér, a kozmikus megnyilvánulás, a megújulás, a vágy, a cselekedet és az anyagi természet három kötőereje. Brahmá arra is rájött, hogy az Úr Visnu minden igazság, tudás és gyönyör forrása.
Ő a három transzcendentális megnyilvánulás, nevezetesen az örökké valóság, a tudás és a gyönyör kombinációja, s ő az imádat célja az Upanishadok követői számára. Brahmán rájött arra is, hogy a tehenek, a fiúk és a borjak különböző formái, melyek Vishnu formákká változtak át, nem egy jógi vagy egy félisteni misztikus erejének megnyilvánulásai. A tehenek, a borjak és a tehénpásztor fiúk nem a Vishnu májának, Vishnu energiájának köszönhetően változtak át Vishnu murtikká, azaz Vishnu formákká, hanem ők maguk voltak Vishnu. Vishnu bizonyos tulajdonságai és a Vishnu mája olyan, mint a hő és a tűz. A hőben megtalálhatjuk a tűz tulajdonságát, a hőt, a hő maga mégsem tűz. A fiúk, a tehenek és a borjak Vishnu formáinak megnyilvánulásai nem a hőre hasonlítottak, hanem a tűzre, hiszen valójában ők voltak Vishnu. Vishnu jellemzője a tökéletes igazság, teljes tudás és teljes gyönyör. Másféle anyagi példát is lehet erre hozni, olyan tárgyak példáját, amelyek számtalan formában tükröződnek. A nap például visszatükröződhet vízzel telt edényekben, de a nap a sok edényben megjelenve valójában nem maga a nap. A visszatükröződött számtalan nap nem rendelkezik tényleges hővel és fénnyel, habár olyan, mint az eredeti nap. Ám mindazok a formák, amelyeket Krishna elfogadott, kivétel nélkül teljes értékű Vishnu formák voltak. Szatya azt jelenti, hogy igazság. Gyána teljes tudást, Ánanda pedig teljes gyönyört jelent. Az Istenség legfelsőbb személyiségének transzcendentális formái olyan hatalmasak, hogy az Upanishadok impersonalista követői nem képesek a tudás olyan szintjére eljutni, hogy megértsék ezeket. Különösképpen az Úr transzcendentális formái megközelíthetetlenek az impersonalisták számára, mert ők az Upanishadok tanulmányozásán keresztül csupán annyit képesek megérteni, hogy az abszolút igazság nem anyag, s hogy nem anyagilag behatárolt energia. Az Úr Brahmán megértette Krisnát és Vishnu kiterjedéseit, és megértette azt is, hogy a kozmikus megnyilvánulás minden mozgó és mozdulatlan élőlénye a legfelsőbb Úr energiájának kiterjedése miatt létezik. Kudarcot valva korlátozott képességeivel, tudatában 11 érzékének behatároló tevékenységével, Brahma legalább arra rájött, hogy ő is az anyagi energia teremtménye, pontosan úgy, mint egy báb. Amint a bábnak nincsen saját ereje a tánchoz, csupán a bábjátékos irányítja, a félistenek és az élőlények szintén alárendeltjei az Istenség legfelsőbb személyiségének. A Chaitanya Charitamritában az áll, hogy az egyedüli mester Krishna, mindenki más csupán szolga. Az egész világ az anyagi varázslat hatása alatt áll, és az élőlények úgy sodródnak, mint szalma száll a vizen, s a létért való harc soha nem szűnik. Amint azonban valaki tudatossá válik arról, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyiségének örökszolgája, mája hatása, vagyis a létért folytatott illuzórikus küzdelem megszűnik. Az Úr Brahmá, aki teljhatalommal irányítja a tudás istennőjét, s akit a védák leghitelesebb forrásának tekintenek, teljesen zavarba jött, s képtelen volt megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségében megnyilvánuló különleges hatalmat. Az anyagi világban még egy olyan személyiség, mint Brahmá sem képes megérteni a legfelsőbb Úr hatalmas misztikus erejét. De nem csak a megértésben vallott Brahmá kudarcot, hanem attól is zavarba jött, amit maga előtt látott, az Úr Krisna megnyilvánulásától. Krisna megsajnálta Brahmát, amiért képtelen volt meglátni, miként nyilvánította ki Vishnu energiáját azáltal, hogy tehenek és tehénpásztor fiúk alakjában jelent meg, ezért miközben kinyilvánította Vishnu kiterjedéseit, gyorsan befette környezetét a jóga mája függönyével. A Bhagavad Gita leírja, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségét a jóga mája függönye fedi el szemünk elől. A valóságot a Mahamája fedi be, vagyis a külső energia, mely nem engedi a feltételekhez kötött lelkeknek, hogy megértsék a kozmikus megnyilvánulás mögött az Istenség legfelsőbb személyisége áll. Az az energia azonban, amely részben felfedi az Istenség legfelsőbb személyiségét, részben pedig korlátoz a látásban, az jóga mája. Brahmá nem egy közönséges feltételekhez kötött lélek. Magasan a félistenek fölött áll, most mégsem tudta megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségének megnyilvánulását. Ezért Krisna akarattal nem mutatta ki energiájának további megnyilvánulásait. A feltételekhez kötött lélek nem csak megzavarodik tőlük, hanem megérteni sem képes ezeket a dolgokat. A jóga mája függönye leereszkedett, hogy Brahmát ne zavarja meg még jobban.
Amikor Brahmán megszabadult zavarodottságától, úgy tűnt, mintha holtából ébredt volna fel, s nagy nehezen nyitogatni kezdte szemeit. Így közönséges szemeivel megpillanthatta az örökkévaló kozmikus megnyilvánulást. Maga körül látta Vrindában a fákkal teli transzcendentális földjét, ahol minden élőlény transzcendentális a közönséges természethez képest. Vrindában erdejében még a tigrisek és a hozzájuk hasonló vadállatok is békésen élnek együtt az őzekkel és az emberekkel. Megértette, hogy mivel az Istenség legfelsőbb személyisége jelen van Vrindávanban, ezért ez a hely transzcendentális az összes többihez képest, s hogy ott nincsen sem kény, sem mohóság. Brahmá így találta meg Sri Krisnát, az Istenség legfelsőbb személyiségét, aki egy kis tehénpásztor fiú szerepét játszotta, s a kicsiny gyermeket egy falattal a bal kezében pillantotta meg, amint barátait, teheneit és borjait kereste. Pontosan úgy, ahogy egy évvel ezelőtt tette eltűnésükkor. Brahmá azonnal leszállt hattyújáról, s akár egy aranybot levonult az úr előtt. A vaisnavák a tisztelet felajánlására a dandavat szót használják, amely azt jelenti, hogy eldőlni, mint egy bot. A magasabb szinten álló vaisnaváknak úgy kell felajánlanunk tisztelete és hódolatunkat, hogy egyenesen botként borulunk le előttük. Ezért Brahma úgy ajánlotta fel tiszteletét az úrnak, hogy botként dőlt el előtte, és mivel Brahma aranyszínű, ezért aranybotnak tűnt, mint amint az Úr Krisna előtt feküdt. Brahma négy fejének mind a négy sisakja megérintette az Úr Krisna lótuszlábait. Brahma örömében sírni kezdett, és könnyeivel mosta meg Krisna lótuszlábait. Az úr csodálatos cselekedetei emlékezve újra meg újra leborult és felkelt. Hosszú ideig ajánlotta fel tiszteleteljes hódolatát, majd felállt és megtörölte szemét. Maga előtt látva az urat remegve, nagy tisztelettel, alázattal és figyelemmel imáit kezdte ajánlani. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Krisna könyv 13. fejezetéhez, melynek címe Brahmá elrabolja a tehénpásztor fiúkat és a borjakat. Következő alkalommal folytatjuk. 14. fejezet. Az Úr Brahmá imái Krisnához. Krisna könyv Kijjai, Srila Prabhupád Kijjai, Jaini Tigora Premanandé, Hari Hari Bol, Góna Bhakta Vrinda Kijjai, Hare Krishna.